Nyílt napot tartanak szerdán a Neumann János Egyetemen, hogy mivel készülnek pontosan az egyes karok a diákok számára, erről kérdezzük Fintazitát, az egyetem kancelláriát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kancellárasszony, arra nagyon rövid az időnk, hogy most az összes kart felsoroljuk, inkább mondjuk el az újdonságokat, milyen új szakok várják idén a hallgatókat. Hát ha nagyon rövid az időnk, akkor először is nagyon gyorsan a dátumokat szeretném elmondani. Az első nyílt napunk valóban szerdán kerül megrendezésre, mind a 4 kecskeméti kar esetében, tehát november 21-én. De aki esetleg erre a napra nem tud ellátogatni az egyetemünkre, és kíváncsi az általunk meghirdetendő szakokra, nem mulaszt el semmit, mert január 19-én ezt bepótolhatja, illetve ellátogathat az edukáció kiállításra is, ami Budapesten kerül megrendezésre, és az egyetemünk kiállítóként részt vesz rajta, ez pedig január 10-én és 12-én kerül megrendezésre. És akkor melyek lesznek azok a szakok, amelyekkel idén csábítani kívánják a diákokat? Igen, tehát az eddig is meghirdetett és már megszokott szakokon kívül lesznek újdonságaink is, amit ebben a tanévben, vagyis a következő szeptembertől induló új tanévben fogunk meghirdetni. Ez elsősorban a GANF műszaki karunkat érinti. Ők meghirdetnek egy új alapszakot, illetve egy új mesterszakot is. Az alapszakuk az üzemmérnök informatikus lesz, a mesterszakuk pedig a gépészmérnök mesterszak lesz, illetve a gazdaságtudományi karunkon, ami egyébként is egy új kar, kerül még meghirdetésre egy új alapszak, a kereskedelem és marketing alapszakunk. Hogy kell elképzelni egy ilyen nyílt napot? Az edukáció kiállítást már említette, ami önmagában egy ilyen show elemeket tartalmazó kiállítás. Nagyjából a nyílt napok is próbálják ezt a hangulatot felvenni? Én azt gondolom, hogy mindenképp ezt szeretnénk követni, vagy ha lehet, akkor egy kicsit még közvetlenebbül szeretnénk megszólítani az érdeklődő középiskolás tanulókat, akik ellátogatnak majd a nyílt napra az egyetemünkön. Tehát 4 karunk, 3 helyszínen várja az érdeklődőket, a GANF karon, a pedagógus képzőkaron, illetve a kertészet és vidékfejlesztési kar ad majd otthont ezeknek az eseményeknek. Minden helyszínen szeretnénk nagyon izgalmas programokat megrendezni. Bemutatjuk természetesen az adott karoknak a meghirdetett vagy meghirdetendő szakjait, de emellett szeretnénk, hogyha az érdeklődők ellátogathatnának a laboratóriumokba, amire lehetőség lesz a GANF karon, illetve a kertészet és vidékfejlesztési karon. A GANF kar mellett ugye most még helyszínt ad a gazdaságtudományi karunknak is az épület. A nyílt napot most még itt szervezzük meg, de jövő szeptembertől az oktatás már az új épületben fog elindulni. Azt gondolom, ez is mindenképp nagyon izgalmas, ugyanennek a bejárására most nem lesz lehetőség, de kívülről ezt mindenki megtekintheti, és szerintem nagyon impozáns már ez, és nagyon sok mindent elárul arról, hogy milyen újdonságokkal fogja várni a hallgatóinkat, illetve lesznek nagyon izgalmas előadások gyakorlatilag minden karon. Az új épületről szerettem volna kérdezni, de ezt már elmondtad, de szerintem a másik nagyon jelentős kérdés, és inkább a GANF karosokat fogja érinteni, az a duális képzés, a Mercedesnek az a mítosza, amit Kecskeméten azért a hallgatók körében is él, hogy itt egy komoly, a 21. századi technológiák között lehet tanulni. A duális képzést is bemutatják ezeken a nyílt napokon, és az abban rejlő lehetőségeket? Így van, a duális képzést, sőt, ezt olyan formában fogjuk bemutatni, hogy részt vesznek a nyílt napon duális partnerek is, mind a GANF kar vonatkozásában, mind pedig a gazdaságtudományi kar esetében is, például a Mercedes, ahogy ezt ön is említette, de hogyha a GANF-ot szeretnénk még, akkor az Ekerle Kft., a Phoenix Mecano, vagy az Elektroplast, vagy az Andritz Verzo Kft.-k mind itt lesznek, illetve ha a gazdaságtudományi kart nézem, akkor pedig a Magyar Nemzeti Bank képviselői lesznek itt, és közösen tudjuk bemutatni a duális képzés előnyeit, amely azt gondolom, hogy méltán büszke lehetünk rám Kecskeméten, hiszen Magyarországon először nálunk vezették be. Ugye most már vannak végzős vagy végzett hallgatóink is, akik duális szakon végeztek. A duális szaknak már sokszor elmondtuk az előnyeit, amit mindenképp szeretnék kiemelni. Most már statisztikai adatok állnak a rendelkezésünkre, amelyekkel be tudtuk azt mutatni, hogy a duális szakon sokkal jobb tanulmányi eredményeket érnek el a hallgatók. Kancellárasszony, a felsorolt nagy nemzetközi cégek és a szervezetek, ezek mind-mind garanciája annak, hogy aki ebben részt vesz, az jó eséllyel egy komor karrier lehetőség előtt áll már fiatal pályája kezdetén. Ez mennyire mutatkozik meg a statisztikákban? Mennyire népszerű ma a Neumann János Egyetem? Én azt gondolom, hogy ez például az állásbörze, amit megszervezünk minden év áprilisában, is nagyon jól visszaigazolja. Az állásbörzén ugye most már nagyon sok cég megjelenik, szinte nem tudunk elég helyszínt biztosítani, ez a GANF sportcsarnokában szokott megrendezésre kerülni.
Most már azon kell nagyon sokat dolgoznunk, hogy a hallgatók részt vegyenek ezen az állásbőrzén. Ugye a munkaerőpiac diktálja ezeket a feltételeket, de mindenképp azt gondolom a cégek széles skálája mutatja azt, hogy nagyon népszerűek az egyetemünkön végzett hallgatók. Nagy kérdés továbbá az is, hogy az ide érkező hallgatók hol tudnak majd élni a tanulmányaik során. Kollégiumi albérleti lehetőségekről is tájékoztatják ilyenkor az érdeklődőket? Természetesen, sőt ki is látogathatnak a kollégiumba. Ugye két épülettel rendelkezünk Homokbányán, illetve Kecskeméten még egy épülettel a központban a Lővei kollégiumunk. Ez megközelítőleg 600 férőhelyet tud most jelen pillanatban biztosítani, de tervezzük kollégiumok vonatkozásában is újabb beruházások elindítását, amennyiben a hallgató igények ezt megkövetelik. Ha valaki lecsúszik a mostani szerdai, illetve a januári nyílt napról, akkor milyen más platformokon, fórumokon tud kapcsolatba lépni az intézménnyel? Mindenképpen a honlapunkon, illetve minden karnak saját honlapja van, ezeken minden szükséges információt megtalálhatnak, illetve a felvi.hu-n, amit azt gondolom a felvételiző tanulók már nagyon jól ismernek, ott nagyon sok információ rendelkezésre, folyamatosan frissítjük az adatokat, tehát amik módosulnak, követelmények, azok mindig a legfrissebbek találhatók meg a felvételi eljárással kapcsolatban. Ugye azt kell tudni, hogy a következő felvételénél még nem változnak a szabályozó rendszerek, tehát marad az elmúlt évben megszokott felvételi eljárásrend, tehát ebben nem lesz nagy változás, 2020-tól várunk, de erről majd azt gondolom, hogy akkor beszélhetünk. Fintezita kancellárasszonynak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt.